Szerencsváros adott otthont idén első alkalommal a 22. Észak-Magyarországi Trombitás Találkozónak november 14-én a Rákóczi Vár Színház termében. Az esemény résztvevőjét Harkányné Kovács Katalin, a Rákóczi Zsigmond Református két tanítási nyelvű általános iskola és művészeti iskola intézményegység vezetője köszöntötte, majd szólt arról, hogy a városban a művészeti képzés nagy múltra tekint vissza, hiszen 1986 óta működik az oktatás intézményben a zenei képzés. A fúvós tanszak 17 esztendővel ezelőtt jött létre kettő növendék részvételével, azonban az idei tanévben már 66 tanuló tanul a tanszakon. Harkányné Kovács Katalin hangsúlyozta, hogy a fúvós tanszak megalakulása után a tanárok úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy zenekart, amely a Fanfár Ifjúsági Fúvószenekar nevet viseli. Az is elhangzott, hogy a zenei foglalkozások a Rákóczi iskola tantermében valósultak meg, azonban idén az új zeneiskola hangszigetelése elkészülése után vették birtokba a növendékek és a pedagógusok. Ezután Koncz Ferenc lépett a mikrofonhoz, aki beszédében örömét fejezte ki, hogy szerencs lehet a házigazdája a rangos zenei rendezvénynek. A polgármester ehhez hozzátett, hogy büszkeséggel tölti el, hogy a városban is működik fúvózenekar, akik minden nagyobb rendezvényen is fellépnek, gazdagítva a műsort. Az ünnepi gondolatok után a Fanfár Ifjúsági Fúvózenekar mutatta be az alkalomra készített műsorát.